üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön Battlefield 1, az asszolt megértése, jó, mondjuk mondhatjátok, igen, Necro, mi a fasznak csinálsz a videót, hát ha már csináltam a medikről, csináltam az asszoltról, csináltam úgy általánosan a fegyverekről, meg a sniperekről eh, videót, nézzétek meg, nézzétek meg, mert rohadt jó lett, eh, mert mint, mint gondolom, hogy jó lett, tehát jó lett, jó, eh, akkor, akkor, csináljunk egy asszoltos eh, videót is, hogy, az asszolt megértése, és hogy mi a szerepe az asszolt megértésének. Beszélgettünk mostanában, a srácokkal teljesen, és mondta az egyik, hogy hát beszélt a haverjával, és hogy a töke ki van azzal, hogy a Battlefield egyben mindenki szaros asszolt fegyverekkel rohangál, illetve automata gépfegyverekkel rohangál, gondolt a Team medik asszoltra. Erre én azt tudom mondani, hogy az asszolt, vagyis hát a BF1 védelmével inkább, hogy hát amióta az első reklámok megjelentek a BF1-ről, tisztában voltunk vele, hogy olyan lesz az első világháború, ami inkább reprezentálja az első világháborút, semmint, hogy Aktuálisan ez történt vele. Tehát aki igazi első világháborús játék élménnyel akar e, találkozni, az játszan a Verdunnal. A Verdun az egy fasz a világháborús játék, tényleg arról szól, hogy lövészárokból fosz lövészárokba, és akkor utána meg az ellenfél kerget vissza a másik lövészárokba. szól, e, akkoriban inkább így harcoltak lovakkal, kardokkal, egylövetű fegyverekkel, lövészárokról, lövészárokról, és mindenki boldog volt. A, és az első világháború e, utolsó e, felében név szerint ugye a Kb. az utolsó 3-4 hónapjában megjelentek a tankok, megjelentek a prototípus gépfegyverek, amiket itt is láthatunk inkább a játékban, és 3 hónap alatt véget ért az egész világháború. Egyszerűen a, a gépek ledarálták mindent, és azt mondták, hogy kész vége, elég, ennyi volt. És, és ezt a battlefield kaptuk meg. Köze nincs az igazi, a valósághoz, a, ahhoz, amit, amit, akarsz játszani, az a fölhúzott puff, fölhúzott puff játékhoz. Ez egy igazi dara, értitek? Szóval inkább csak reprezentál valamit, semmit, hogy igazán köze van az egészhez. És íme így, így született meg az asszolt klassz, így, így, született meg az, hogy mindenki ezzel rohangál a pályán, meg az infantrival, meg elhanyagolják a mediket, ö, és stb. meg a sniper, a külön téma. Szóval uh, mire való az asszalt, vagy hogyan álljunk hozzá uh, az asszalt, az elég straightforward a dolog, szóval egyszerűen fogod, benyomulsz és lelősz mindenkit. Azt hiszem, amit, amit így meg kell érteni battlefield belül, ha csak nem egy TDM-et játszol, vagy uh, domination játszol, az asszalt class az, aki nagyban hozzájárul ahhoz, hogy előre törjön a csapat, és mivel hogyha előre tud törni, és most tényleg egy ideális képről beszélünk, egy olyas valamiről beszélek, ami, ami segít megnyerni egy játékot esetleg, segít hozzávezetni a csapathoz a győzelmedet, nem pedig a killeket hozni neked. Vallom és fontosnak tartom azt, hogy egy KD egy fontos, azt szeretjük, a pozitív a kd és szeretjük, hogy, hogyha nyerünk, azt is szeretjük, és úgy gondolom, ez az volt egy kulcsfontosságú abban, hogy elő Törjön, hogy meghozza a csapatnak a, a támadás sikerét, a nyeléshez vezető úton Szóval, És ez és fel kell ha, fontos, ha nagyon fontos neked a nagyon magas káli arányod, akkor nem az asszoltót választasz, mert az asszolt az bekapja a golyókat. Az asszoltak az a feladata, hogy oda nyomuljon, hogy benyomuljon, és megtörje az ellenfélnek az ellenállását, hogy a csapat többi része is tud követni. Tudja. És ez azzal fog járni, hogy főleg, ha nincs medik környéke, medik bejjefegyben nagyon hiányoljuk a medikeket, akkor ha nincs anyka, akkor be fogod kapni azt a golyót, és meg fogsz hallani. Vannak, akik rettentően fejtik a kd arányokat, ők ülnek tankba, szóval, és akkor eldicsikentetik a haveroknak, hogy nekem nekem ötös kd arányom van, mert nézd meg, hogy mennyit és mennyit halltam, ja, de tankban. Szóval, és vannak azok az asszoltok, akiknek van egy 1,2-től 2-ig nyúló KD arányok, na ők a pro asszoltosok. Szóval, és az, ők úgy értik, hogy arról szól a, a maga a, a asszolt klassz, hogy bemész, támadsz, lősz, és egy idő után kapni fogod a golyót, mert ez az elrendeltetése annak, hogyha az ember belemegy a clusterfuckba. Úgyhogy valahogy így érzékelem az asszolt a ö, jelenlétét a játékban, és nem hiába, és ez az oka, hogy az asszoltosok megkapták a sotit. Senki másra nincs soti, Csak az asszoltosnál van soti. Miért? Mert rá akarják uh, késztetni az embert arra, hogy betörjön, hogy nyomuljon, hogy vigye a csapatot, tehát hogy vigye a hátán az egész csapatot, hogy előre tudjanak nyomulni. Ezért van náluk a soti. És nem beszélve arról, hogy olyan sotikat fejlesztettek ki, amik tényleg közelről hatnak. Tehát nagyon közel kell kerülni az ellenfélhez ahhoz, hogy hassanak. Hogyha mindenki azt mondja, hogy az asszoltozna nem skill tényleg nem kell skill, hát bocsánat, de kell hülyeséget is mondnék azért, nem, nem kell akkora skill, mint egy sniperrel, hogy eltalál 3 millió méterről a fejes, nem kell akkora skill a fegyverek lövéséhez, mint a mediknek a fegyver lövéséhez, de mihez kell a skill? Ahhoz kell a skill, hogy meglásd azt a gyors szituációt a golyók röpkötte világban, meglásd azt a gyors szituációt, hogy előre tudj törni, hogy hogy tudsz úgy előre törni, hogy ne hajj meg, és bekerülj az ellenfél háta mögé, vagy közé, és ki tud darálni őket, hogy a csapatod előre tudjon törni. sokan sokan panaszkodnak az automatikó fegyverre, hogy az egyszerűen dzz, így ledarálja az embert. Igen, tényleg ledarálja, kurva OP, kélek, ne használjátok azt a fegyvert nagyon jól, csak csináltak, amit akartak, de miért az a fegyver is, miért került bele a játékba, azzal a fegyverrel is igazán jól célozni, ezen a közé, középtávon, nagyon közel távon lehet, azon a távol, hogyha közel kerülsz hozzá, a, és hogyha elég ügyes célzó vagy, az a fegyver 100%-os garanciával ledorál bárkit. Nem hiába van ott e, az a fegyver is. Azért, mert le tud darálni bárkit, e, aki, aki a közelébe kerül, főleg a jól célzó. Kicsit osszuk fel az osszotnak a fegyvereit. Ugye van az automatikus, vannak a sotgálnak, és van az M18 e, trench, mert csak ha ezt a három különbözetet e, Veszük. Az M18 egy kicsit lassúbb tözelésű, tehát jobban kontrollálható egy hosszabb távon, tehát tudod fedezni a saját előretörésedet, és közeltávon is nagyon hatékony fegyver tud lenni. A shotgun, és az a sodgán ugye rettenetes közeltávon az automatikó az, ami ki tud húzni például a nagyon uh, necces szituációkból, amikor uh, előbb támad az ellenfél, neked az automatikóval még van időd reagálni és legyőzni uh, azt az adott másik. Uh, Ember. szóval úgy fel van, oszva az asszot belül a három fegyver, hogy mind a három fajta játék stílusnak helyből Uh, helyet tudsz adni, de az asszotnak itt tényleg az lesz a bemenjen, kidarálja 4 öt hat embert, és megkapja ezt az egy kilt, és hogyha szerencséje van addig, és nem el és, és, a csapat, és egy kicsit támadó szellem, akkor már addigra a medik is beért, meg a szupportos is beért uh, lőszernek, és, és, azért, hogy felé lesz, és hogy életnek, és a többi, és a többi, úgyhogy uh, úgy gondolom, hogy így lehet látni, és tényleg az automatikó egy OP fegyver például, és ledarál bárkit közelről, de ez a feladata. Tehát tetszik, nem tetszik, berakták a játékba, de az a feladata, hogy a csapatnak, az automatikónak az a feladata, hogy a csapatnak megnyerje az előretörést, és ezáltal remélhetőleg a játékot. Egy csodgának az a feladata, hogy oda kerül közös ellenfél, és meglepetésből neki támadj, és ledaráld a fenébe. Szóval így látom én az asszolt Klasz. Ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm a figyelmet, a következőik. A következő videóig, sziasztok, és csekkoljátok le a többi videót is!